Kis Rajmond a Mátyás Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője a PISZ tárgyalási koncepciót ismertette a résztvevőknek, amely szóösszetételnek fontos részei a prioritás, az érdek, az alkalmazkodás, a kidolgozás, a békés kapcsolat megalapozása. Az első betűhöz tartozó szó a prioritás. Látjuk akár a jelenlegi konfliktusban is, hogy vannak gazdasági érdekek, hogy minden háborúban, vannak személyes politikai ambíciók is, ahelyett, hogy tényleg a nemzeti érdeket néznék a szemben álló felek. Tehát triviálisnak tűnik, de hogyha most itt ülne mondjuk egy orosz vagy egy ukrán velünk, aki esetleg tagja a tárgyaló delegációnak, mondjuk ők nem spontán beszélgetnek, mint ahogy mi fogunk, diplomáciában úgy hívják, hogy mandátumot kap, ők szerintem elég szigorút, tehát megkapja a házirendet, hogy ő miről beszélhet, meddikán, centig, milliméterig, valószínűleg ő le van kötve, vagy ő miről tárgyalhat, mit mondhat. Kis Rajmund hozzátette, érzi a P betű hiányát az orosz-ukrán háború kapcsán, pedig nem utópia, hogy az ember úgy tárgyal, hogy jelen van a nemzeti érdek, de ott van a politikai ambíció és a gazdasági érdek is. Mint mondja, Oroszország 2014 óta sokat erősödött, számba vette, hogy milyen geopolitikai környezet van körülötte. Van egy soha nem volt ennyire népszerűtlen amerikai elnök, és ez még diplomatikus, volt egy nagyon csúnya afganisztáni fiasko, amikor ott hagyott mindent, és kirohantak, azért ez segített a gondolataiban. És van egy olyan Európai Unió, ami nagyon széthúz, nem találja önmagát, föderalisztikus legyek, nemzettudatos legyek. Az előadó hozzátette, Oroszország nagyon sokat veszített a szankciókkal, de az országot mégsem lehet leválasztani a gazdaságról. A nyugati országoknak szüksége van az orosz energiaforrásokra. A Világbank szerint eddig 100 milliárd forint vesztesége volt a háború miatt Ukrajnának, a helyzet legnagyobb nyertese pedig Kína lett.